Felhős, de az évszakhoz képest kellemes időre számíthatunk ezen a héten. A napot csak néhol takarják majd felhők, a nappali csúcsok kitartóan 20 fok körül alakulnak, de az éjszakák sem lesznek különösebben hidegek, a legalacsonyabb értékek 10-12 fok körül alakulnak. Ami az előttünk álló éjszakát illeti, Vajdaság nagy részén 9 és 12 fok között alakulnak a minimum értékek. A leghidegebb Magyarkanizsán lesz, ott 7 fokig esik le a hőmérséklet. Szabadkán, Zomborban és Nagybecskereken 9 fokos értékeket mérhetünk, Topolyán viszont akár 12 fok is lehet a hajnali órákban. Kedden, azaz holnap változóan felhős napos időre van kilátás Vajdaságban, csapadékra azonban csak elszórtan számíthatunk, helyenként a szélmozgás is megélénkül. Napközben jellemzően 20 fok feletti maximumokat mérhetünk majd. Egyedül Újvidéken és Nagybecskereken lesz ennél enyhébb a hőmérséklet. Újvidéken ugyanis 19 fokig, Nagybecskereken csupán 17 fokig húszik fel a hőmérő higanyszála. A hét többi napján hosszabb, rövidebb időre mindenhol kisüt a nap, és csak néhol fordulhat elő átmenetileg jelentéktelen eső, gyenge zápor. Csak kevés helyen élénkülhet meg a szél, a hajnalok, reggelek helyenként párásak, ködösek lehetnek. Pénteken még több felé számíthatunk hosszabb napos időszakokra, szombaton már több felhő lehet az égen. Nagy hőmérsékletkülönbségek nem várhatóak az előttünk álló néhány napon. A minimum értékek 9-10, míg a maximumok 20 fok körül alakulnak. A környező országokat illetően változóan napos felhős idő várható, főként az Adria térségében. Elszórtan kialakulhat egy-egy zápor, esetleg zivatar, míg az eszékiek a 23 fokos napsütést élvezhetik, addig Podgoricában szükség lesz az esernyőkre, ott ugyanis a csapadéké lesz a főszerep 16 fokos maximumokkal. Tőlünk keletre is felhős napos időszakok váltják egymást 20 fok körüli nappali értékekkel, akár csak a magyar fővárosban, Budapesten.